Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban! Még mindig a megfázásomat töltöm, mintha egy börtönbüntetés lenne, természetesen nem az. Tehát ezért lett egy picit másabb a hangom, a megszokott megszokottnál. Ha jelenleg zsenezni fogunk, de előtte van egy-két dolog, ugye láthatjátok, rámentek a videóra, hogy 20-31 perc. Mi, vagy mi van evel a videóval? Hát ilyen rövid is sem videót nem lehet csinálni, de most elárulom, hogy igen, lehet. Jönnék fel a szerverre, gyártani a contentet, és mi fogad? Valószínű az előző videó kapcsán, amiben megnézzük majd mi volt a sértőit, bevágjuk, meg én is átnézem közben. Na de, nézzünk rá! Ö, ki lettél tiltva a szerverről? Ez fogad, ugye? Uh, indok. A kritikát elfogadjuk, de a szerver szídásából nem kérünk, ha gondolod, majd keres fel, és tudunk róla beszélni. Uh, kitiltott Safi. Lejár 2020, uh, 2034. 8. hó 7. 17 óra 46 perc, 41 másodperc. Gratulálok, innen is. Tényleg, minden gratuláció, nyilván ezt majd felkeresem, meg megbeszéljük, hogy mi volt itt a probléma pontosan. De most nézzük meg akkor, hogy mik voltak azok a részletek, szerintem, és akkor majd utána beszélgetünk pontosabban. Na gyerekek, itt lehet az az ominózus videó, amire a költő gondolt. Szerintem ez a videó az. Mielőtt erre reflektálok, amúgy itt vagyok alatta, tehát én vagyok. Csak szerintem így, így, azért nem kettő sok azért, maradjunk annyiba, szóval legyen egy, legyen egy. Mielőtt reflektálok az egészre, a kedves HL modik vagy tulajok nézik majd ezt a videót, akkor először tekintsünk bele, mik lehetnek azok a pontok, ami alapján ilyet értak, és utána reflektálnék ezekre a dolgokra, tehát akkor én nem botrányt akarok itt, de nézzünk rá egy picikét. Szóval úgy elkezdődik a videó. Itt is lennénk itt az augusztus. Na felvettem 51-én a munkát, a térképen bár én nem látom, hogy hova kell menni, de észrevettem, legalábbis lehet eddig is ott volt, sőt, valószínű biztos ez a nyilacska, hogy menjünk Angel Pine felé Öm, szóval az én fasságom is egy kicsit, de azért ennyi gyerekek, hogy ebbe betegyük, de nézzétek meg, hogy nincs ott a CP látok itt valahol, hogy itt a, ez a Truck Shop, tehát nem azt nézzétek, semmi nincsen sehol nincsen oda téve, hogy merre is kéne menni, hoppá, bocsássatok meg. Tehát, na, értitek. Azt itt menjek random ez a szar után, hogy most hova kell menni. Ez, hogy ennyit nem tudnak berakni gyerekek, egy szaros CP-t, már ne haragudjatok meg most ha a kifejezésekért, de tényleg. Ez katasztrófa, ez, ez valami hulladék. De ne, ne haragudj, ez egy hulladék, valójában az őszintét, ez egy szar. Ez szar? Igen, ez elhangzott, amit hallottatok, hogy mire mondhatta ezt a költő, ugye, az nem derült ki teljes mértékben, nem azt mondta, hogy a HL Next Gen az egy szar, hanem azt, hogy nem rakták be a cp ez egy szar, ez egy szar dolog, hogy ez nem került be, tehát itt szerintem, akik nézték ezt a videót, azért belementek itt a picit félreértésbe, de oké. Okay. Tehát nem ez hangzott el, hogy a mm, HL energy ez egy szar. Oké, okay. menjünk tovább. Menjünk tovább, és utána majd reflektálok. Itt mindjárt szedünk, szedünk többfajta fát, és akkor úgy... Én most nem tudom, megy le a HP-ja, vagy nem megy le, vagy... Hát ezt nem fogjuk meg tudni. Így kell egyáltalán. Talán így kell, csak nem jól látok, hogy a fa hogy áll. Igen, ennél ugye, ennél az egynél volt ez a probléma, de erre még nem is nagyon különösebben mondtam semmit, de például ez egy hiba volt, persze ez egy rendszerhiba, ez egy valamilyen hiba, nyilván a legtöbbnek mindig kiírja, de előfordulhat, hogy nem írja ki. Ezzel önmagában nagyobb probléma nincs, de már ez egy hiba, pont, ugye, nyilván. De menjünk tovább, menjünk tovább, bele fog pülöngedni. Hát Akkor, szóval ugye te itt kidőlt a fa, minden. Hát itt még nem jöttem rá pontosan a munkára egyébként, hogy hogyan működik. Kapjuk magunk mellé, ez is nagyon szép. Um, szerint... mire. Igen, rá... itt pont, mondom, itt és mondom. működik. Ezt meg fogja nekünk csinálni. Aha. Na nézzük, nézzük. Na gyerekek, hogyan is működik? Én Na nagyon sokat jön? szarakott, amire rájöttem, hogy mit, hogy kell, és én nem teszem bele szerintem, mert az nem lenne túl családbarát. Lehet. Ide jövünk, először is az a dolgunk, hogy kivágjuk a fát. Volt elbagolás, meg ilyesmi, hogy a fa fogta magát és eltűnt, de ide bevághatunk. És ha kivágtuk lesz, a fát, akkor a ez a ki fog dőlni. Hát rá persze. Az szép. Szóval. Mindegy, szerintem ez nem túl nagy probléma. Ide kell jönni valahova, és ha kiba... Tehát itt kell legajazni, nem a gép. Szerintem még vágunk egyet a kezelését. Itt tudni kezelni. Öm, itt, itt, azt hiszem semmilyen sértő nem, dolog nem hangzott el. Most ilyen nem fogom végignézni a saját videómba a saját videómat. Nem akarok én renter lenni, abszolút nem az én műfajom. Nagyon szuper. Segíteni fog a playereknek ide találni már, aki ezt a munkát szeretné tek de szerintem már véletlenül nézitek a videót, kedves hls akkor azért blippet tegyetek vári, de szerintem már az kicsit könnyebben segíteni fog a playereknek ide találni már, aki ezt a munkát szeretné végezni, mert nem tudom mennyit fogadni. Ebbe mi volt a sértő? Mi volt a sértő? az elején sem hangzott el, hogy én mire gondoltam. A blipre gondoltam egyébként. Szóval ha arra az indokra építettétek ezt a kibannolást, akkor ahhoz tényleg csak gratulálni tudok, le a kalappal. De mondom majd tovább, mert az, ez, ez, így nem működik ez a dolog így, ahogy meg lett ez fogalmazva, meg ennyi indokkal, de nézzük tovább, hogy volt-e valami, aki szeretné. Valószínű erre a videóra gondoltak, mert ezután jött a ban ezután jött a ban, az nézze meg végig a videót, mert nem tudom, hogy hol volt olyan mondat, ami bántó lehetett esetleg, de láttátok itt is normálisan megfogalmazva történt a kritika. Na de pörgessünk be, mert tényleg így nagyjából emlékszem. Próbálunk kiszedni egy pár fát, nem? Jó, ja, oka. Hm. És kicsit én is feszültebb állapotba pár, engem nem nagyon lehet felideges, én nem vagyok ideges feltétlenül, csak feszülte kicsit. Um. Tehát már ahogy elindultunk, ugye, nincs ott a cépein, hol hova kell menni, merre kell menni. Ugye ez nagyon szépen jelzi, de ez a szarozott van mindig, tehát hogy lássuk biztosan, hogy arra kell menni, ez megint egy olyan dolog, hogy nye. Most erre volt szükség? Szerintem nem. A többi munkánál meg tudták oldani, hogy oda tették, azt keres, meg, hogy ott van. Hát de... Nem tudok mit csinálni. Na, nézzük fel! Ezen! Mi volt ami kifogásolható? Szerintem semmi? Ezen a mondaton sem volt semmi. A legelején talán abba bele lehet látni. De majd arra is visszapörgetünk. Nézzük tovább először. Tudom, nem is szeretném, de nem is igen, itt mutatom, hogy kell feltenni, meg itt el fog majd bágolni valami munkának, meg ez alapból is kell szerintem. Itt ez fönn valahol, egyébként. Ez fog azt hiszem, ezt is megmutatom, hogy nehogy valaki jó, azt, én nem tóm, volt nyer, benne. Ménye, 100 ezer dollár, akkor valaki megnyerhettem, az mindig ugye a de, valami számuk, dolgott, de valós, soros, megnyertem, valaki megnyerte. Tadám! Pont jött ez a fizetés, ez nagyon ez jó. Szép volt, szép volt. <laughs> jó, akkor megyünk egy másik fához szerintem. Itt sem, sem volt különösebb nem, dolog. Nem, ez fennmaradt, ez jó. Hmm. nem nagyon jött a bug fix egyébként eddig sem. Szóval lehet, hogy fogunk ténylegesen egy ilyen bugos sorozatot csinálni, ha ti is majd írtok kommentbe bugokat, akkor nyomunk egy ilyen bugos részt, hogy kicsit felkeltjük a figyelmet legalább, hogy nem nagyon a summer update kéne nyomatni, hanem a kemény bugfixeket, meg az ilyen kicsit azért munkákat egy kicsit realisztikusabbá tenni, vagy egy kicsit jobb skripteket írni, akár a kamionos melónál is akár bárhol is, hogy ne a pótkocsi közepébe kelljen lepakolni mindent, és az úgy kiveszi azért az élményt, az élmény részét a dolognak. Na. Ebbe valamit esetleg, szerintem nem nagyon volt, de mindjárt végére érünk. Igérem. Hát problém. Igérem, az a videó belementünk. húzni azt a darut kedve. Belementünk azért. Nézzük meg, jó. Jó, no, ezt emeljük. Itt, itt egy, fogok nagy összegezni. Milyen? 6000 dollár? Akkor csak értettem én. Itt fogok valahol Át. összegezni. És vége is lesz. Én szintén. Szerintem, mondjuk jó, saját munkajárművel szerintem jóval jobbat ad. Azt De... biztos. Nem tudom. Nem tudom, nem tudom mit mondjak nektek. Ez annyira nekem nem. Ez nekem annyira nem jön be hogy őszinte legyek hozzátok. Hát nem tudom, írjátok meg kommentben, szerintem ez nem nagyon érte meg. Ez a kis fuvarka, de ez a videó ennyi lenne. Kicsit érdekesebb hangvétel tényleg, tehát ha aki szeretné próbálja ki a szervert, linkek ott vannak a leírásból csak hogy lássátok, hogy mivel tudtok találkozni, milyen dolgokkal tudtok találkozni. Azért készült ez a videó, ha tetszett, akkor dobj rá lájkot like és iratkozz fel. Kövény videóban találkozunk, kommentben pedig írjátok meg, mire vagytok kíváncsiak. Köszi a figyelmecskacok, kövi videóban találkozunk, addig is pacsi nektek. sziasztok. Ennyi. Tehát még el, minden link le van téve, még a leírásba is. El is mondom, hogy ha akarjátok, akkor próbáljátok ki. Valahol, közben jön egy traktor, azt meg, meg visszapörgettem már ide is közben. Valahol az még elhangzott, hogy pontosan már nem tudom. Ez, ez még, talán ez még, ami esetleg lehet itt valami, ezt nézzük tragikus, meg. ez, ez brutális, hogy ennyit nem sikerül megcsinálni. Kicsit vissza. Nem tudom, mit mondjak. Nem, nem akarok én se jót mondani, se rosszat, de hát ez, ez, ez tragikus, ez, ez brutális, hogy ennyit nem sikerül megcsinálni. A blipre értem nyilván. Ne szórakozzunk már, gyerekek. Majd ez a beparkozás is. Ez is egy akkora marhasága, mekkora létezik. Ez. Tehát, hogy biztos ez ezt nem, nem az ilyen dolgokat. Hogy egy blippet kitegyünk, és akkor most várjál jó véleményt, meg őszinte véleményt a szerverről. Tegnap volt event. Hát nem hiszem, hogy a százat karcolták a players Nem tudtam Szombat. eljönni, hogy tegnap egy ilyen rally event volt, vagy mitten. Mi nem hiszem, hogy nagyon karcolgatták a száz playert. Evente úgy, hogy Jeffreys itt voltak, stb. stb. Tehát akkor mit várunk őszintén? Megmondom, én nem sok jót nem sok jót várok, aki elkezd játszani a szerverrel, nyugodtan jöjjön, lámma nézze a videókat, hogy mi hogy működik, de meg a live-okat amennyi volt, de ott is történt egy nagy blama, de az mindegy. Na üdvözöllek, milyen gépjárművel szeretnél végezni a munkát, saját gépjárművel szeretnél? szeret? jó. Hát egy talán igaz. ennyi. Ha kihagytam valamit, azt majd egy kommentbe úgyis megírjátok. Talán ennyi, meg a címet azért reflektáljunk rá. Favágó, melo, ennyire egy vödör, sző, kukac, r. Er. Tehát itt a munkára értettük nyilván az hogy szar. Ö, jó, akkor hogy pörgessünk vissza az első mondatra, ami szerintem az volt itt a döntő so ahol a magyar idő szerint. Menjünk a Városházára, szerintem megpörgetjük a kereket. Hát nem, a szám való itt nem. Hát én nem tőle. látom, hogy hova kell menni, de felé. Um, szóval az én balfasságom is egy kicsit, de azért ennyi gyerekek, hogy ebből De nézzétek meg, hogy nincs ott a CP. Látok itt valahol, hogy itt a, ez a track tehát ne azt nézzétek, semmi nincsen. Sehol nincsen oda téve, hogy merre is kéne menni, hoppá, bocsássatok meg. Tehát, na, értitek. Most itt menjek random ez a szar után, hogy most hova kell menni ez, hogy ennyit nem tudnak berakni gyerekek, egy szaros szépét, nem, már ne haragudjatok meg most már kifejezésekért, de tényleg. Ez katasztrófa, ez, ez valami hulladék. De nem, ne, ne haragudj, ez egy hulladék, valljuk be az ő ez egy szar. Ez szar? Nem ez ezt, ezt elpörgetem, nem hogy itt valami probléma lesz belőle. Ez volt a probléma szintén. Ez volt a probléma. Na most, akkor megmutatom szerintem mindent, kimaradt valami, akkor Schuldigung, elnézést, sorry, scuze tényleg, bocsi, bocsi, elnézést, bocsi. Na most, ha valaki ezután, a videó után, egy playernek, vagy egy hasonló videó után ad bant, de ezt kommentbe írjátok le, hogy mi a véleményetek, nagyon fontos, hogy minél több ember lássa, ez egyik, ugye az algoritmus imádja, kommenteltek szóval, lássák azért, hogy itt mi, mi folyik. És majd mindjárt beszélek erről, vegyük fel vel a kapcsolatot, mert tegnap is történt egy olyan dolog, hogy... inkább mindjárt, mindjárt. Valaki itt egy ilyen videót, akkor azt így bannoljátok, mert tudom, hogy nézitek a videót. Ez most olyan kicsit, mint a becsületes stepper, meg a ZNKH, meg egy picit ilyen feelingem van most, de tudom, hogy nézitek a videót. Ez őszintén most így átgondolva. Ebbe volt olyan, ami a szervert csorbítja, ami a szerverre nyilvánult egyenes támadás bizonyíték nélkül leültem, és én szaroztam a szervert a rommá, meg minden olyan dolgot csináltam, ami lehet, nem esik jól. De el, egy dolog. Nem tudom, hogy hogy működik ez, hogy hogy lehet bannolni ezért egy ö, emberkét, mármint egy ilyen videó után. Valószínűleg ez a videó volt a probléma. Ö, jó, tehát bannoltok, oké. Okay. Nagyon szép, nagyon jó. Egy videó után a játékban nem követtem el semmit, és egy videó után bannolnak. Nyilván odaértek, vegyem fel velük a kapcsolatot, oké? Okay? Fel is fogom menni, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem ti is. Hogy ez így működik, hogy kiteszek egy videót, ami picit kritikusabb, sőt, szerverkritikus, sőt, említenek egy-két olyan dolgot benne, ami nem túl szép, és nem túl fényes. Megalapozottan, tehát nem alap nélkül kezdtem el itt én mondani, amit mondtam. Ezt ti is nagyon jól tudjátok szerintem, és inkább picit magatokba kéne nézni, hogy mik a hibák, oké, okay, javítsuk. És utána nem fogják ezt mondani, nagy valószínűséggel. És igen, írjátok, fórumon kaptok PP-t, stb. stb. Tudjuk, tudjuk. De mi fórumon is, mert nagy értelme nincsen. Tehát akkor is rengeteg idejű várakozás. Elhiszem, hogy sokan érnek, hogy egy szar, meg mondtátok is. Ezt is megértem, én mindenkit megértek, de ezt nem értem, hogy ezért van miért járt. Úgy, hogy már hetedik résznél jár a sorozat. Fizetett promóciót nem tartalmaz tehát kontentek kerülnek ki, ellentétben azok, azoktól, akiknek fizettek, ugye tőlük kimegy egy videó három hét alatt, meg egy-két livestream, most nem mondok neveket direkt, és nyilván ők nem, nem mondhatják az őszinte véleményt teljes mértékben, vagyis ilyen formában, és ez nincs is ezzel semmi gond. És itt vagyok én, mint független, és akkor elmondok egy ilyet, és ezért egy ban jár. 2024-ben felmegyek a TMTR ra felmegyek akármelyik cmtr ra bármelyik MTA szerverre, vagy GTOTRP szerverre, vagy akármilyen szerverre, és azt mondom, hogy ez a munka, ez ebbe a formába, ez így szar, ez így nem jó, vagy ahogy itt fejeztem ki magamat, amiben 100%-ig pontosan nem említettem, hogy a szerver, igen, a HL Next Gen, az egy kalap szar videó végén el is mondtam akartó, gyertek fel, meg szerintem ebben nagy sértésem nem volt, de ez tényleg lehet vakon vagyok, de hát vakjuk is talál szemet, mondani szokás, ugye ezt a videót jól el fogjuk húzni. Jó. Legyen erről ennyit, remélem ez tényleg nem volt sértő, mert ebben egy rossz szándékú szó nincs, Ö, csak ezt azért erre szerettem volna már tényleg reflektálni, mert ez egy vicc. Ez egy vicc, kezdődött a TikTok komment kitörléseitől egyébként ami szintén nem volt sértő, szerintem, de mindegy. Másik dolog. Tegnap, azaz 2024. 8. hó. 9, azaz augusztus 9. Este nem tudom mikor van, váró. Mindegy, ki van írva. Tibi, akivel szoktam live -olni. ugye őt is ismeritek valószínű, volt már vele, te, vele ügyetek is, meg még lesz is. Biztosan, amilyen bolond, euh, bement a váróba, teljes három Vikó váró. Ott ült, ott várt, mert szeretne egy nyereményjátékot csinálni, amihez kell a ti engedélyetek. A meghirdetett időben, és még ő egy óra múlva is ott ült, le kellett volna videózzam, ha nem iszitek, de az egyik adminnak elküldte a screenshotot, vagy kinek, nem tudom, majd ő tudja, majd ti fogjátok ezt tudni, ugye Zsoldos 26, román traktor van a képén. Tehát elküldte, hogy ott ül, román ideű szerint ül ott, de nyilván át tudjuk váltani egy, óra csúszást, vissza tudunk számolni, ennyire hülyék mi se vagyunk. Ott ült már előtte, utána én végig ott voltam, láttam, mert néztünk egy kedves Netflixes sorozatot közben, nem nagyon jött fogadó. Ugye volt egy 25 perces fogadó, hogy be szeretett volna beszélni erről a dologról veletek, nem nagyon jöttetek be. Nem értetok semmit, a Discordon nem válaszoltatok, lehet nem Vikaunak ért, hanem valami adminnak, vagy valakinek, aki ezt mondta, hogy amúgy oda kell menni. Nem tudom ki ő, én ez nem értek, de akkor én most őszintén menjek be a váróba, és várjak hónapokat, éveket, hogy bejöztök, vagy nem vagy ott nem lehet kérni semmit, hogy ne haraguljatok, és ez nagyon jó dolog, bocsánat, a telefonhívás. Nem tudom, hol tartottam, igen, ennél a fogadónál. Tehát oda se jöttetek be, és nem tudom, és ott tartottam, igen, hogy jöhet közbe dolog, ez természetes, és ezzel nincs is semmi baj. Csak nem tudom, hogy nem lehetek írni oda, lehet Discordra kiértátok, vagy valahova a fórumra, oké? Okay. De nem tudom, hogy oda nem lehetek írni, vagy egy admin nem tud bejönni, hogy aki vár, annak szóljon, mert lehet, nem nézi, frissítgeti a Facebook weboldalt, akármit, YouTube-ot, bármit, hogy jöztök vagy nem jöztök, a megkérdetett héten egy darab, vagy nem tudom, van-e több, fogadóra. Vagy lehet, minden nap van, akkor bocsi, sejt, lehet van, lehet nincs, nem tudom. Öhm... Be fogok menni, meglátjuk, remélem azért jöztük majd valaki, akivel erről tudok normális keretek között, mint ahogy ez a videó is lezajlott. Kommunikálni, hát nem tudom, hogy ez így valide, hogy ezért lehet így banulni, mert valaki 2024-ben elmondja a véleményét valamiről. Szerintem azért itt már ebben az években ez egy kicsit túlzás. És az, ha de a pozitívat mondok, azért nem járban. Ha azt mondom, hogy hú, de jó, hú, de szuper, azért nem osztanak bant, hogy elfogultan beszélsz a szerverről, nem kell ennyire segget nyolni például. Ezért nem járban, azért, ha valamit mondok, hogy hú, ez egy szar, ez nem jó, ez így nem jó, ezt miért nem tettétek oda normálisan, mondom azért járban, akkor nem tudom, hogy mit szeretnénk várni. Belecsúsztunk, tudom, huszon pár percbe. Köszönöm a figyelmet, aki megnézte, aki lájkolta, like aki dobott egy hozzászólást, komment szekcióba. A szeretet hangján próbáljátok kommentelni, tényleg, mert a kövő a nyöddet, azt fogom törölni, ugye, már nem csak nekem mondjátok, hanem így a unblock a HL-nek, vagy bárminek, azért moderáltan kommentáljunk, a szeretett hangján, ha lehet, ugye, mint a műhelypornóba ki van érve, ugye, ezt tényleg próbáljuk meg betartani, és ennyit, az őszinte véleményeiteket én nem fogom törölni, nyilván de a teljes mértékig savazást, azt azért nem szeretném én se látni ott, ami csak az anyázásból és satöbbiből áll, azt hanyagoljuk. Köszi a figyelmet, ha megnéztétek, és majd ennek az ügynek, hogy mi lesz a vége, azt nem tudom, majd meglátjuk. Köszi, pacsi, és szervusztok!